Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás az ő következő lépése, ahol megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét, azt, hogy ki vagy mi befolyásolja őt, mit fog tenni, tehát az ő következő lépése, és hogy reagálj erre. Milyenek az ő elvárásai? Ez egy általános kivetés, de megvan arra lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint, indiai asztrológiával együtt, ahol elemezem mindkettőtök horoszkópját, a díjam 10000 forint. Először is megnézzük az ő jelenlegi helyzetét, ami itt látható. Ez a szív jelenti a szeretetet, a szerelmet kettőtök között. Neki vannak elvárásai is, és elvárja azt, hogy te is kimutasd az érzelmeidet. Ez a szív jelenthet még valamit, mindazt, amit ő kedvel. A munkáját, a hivatását, a hobbiát, vagy megvan a szeretet a családban, vagy szívélyesek vele. Amit ez a kártya még jelenthet, ugyan nem tipikus, de előfordulhat, hogy mindent ugye a szívére vesz, és akkor gyorsan visszahúzódik, mert megsértődött. Vagy utalhat egészségügyi témákra is, amikor az ő szívéről van szó. De ami fontos ennél a kártyánál és ennél a kivetésnél, hogy itt elsősorban párkapcsolatról van szó, a szerelemről kettőtök között. Most megnézzük azt, hogy mi vagy ki befolyásolja őt. Az itt látható. A kutya az jelentett háziállatokat is, kutyát vagy cicát, és kedveli ezt. Persze a kutya jelenti a baráti kört is, és ahogy így látom, most a barátok olyan kedvesek, szívélyesek hozzá, vagy segítenek neki. Az is lehet, hogy vannak gondjai, ami a szerelmet illeti, mert nem tudja, te mit érzel iránta, és ezt elmondja a barátainak. A következő kártya mutatja azt, hogy mit fog lépni. De még mielőtt megfordítanám a kártyát, visszatérek egy pillanatra a szívre, hiszen közeledik a Valentin nap, február 14-e. És most van egy akciós jóslás. Egy Valentin napi akciós jóslás, ami megrendelhető. Egy szerelmi kivetés, és ehhez jön asztrológia, ahol összehasonlítom a horoszkópotokat, különösen ami a szerelmet illeti, meg hogy milyen változások lesznek, mindez 6000 forintért, vagy kérheted a szerelmi kivetést gyertya mágiával, aminek van mágikus hatása, ezt is 6000 forintért, vagy kéred a szerelmi jóslást, és ehhez jön egy channeling, egy égi üzenet, ami kettőtöket illet. A téma természetesen a szerelem. Tehát választhatsz, kéred asztrológiával, kéred gyertyamágiával, vagy kéred ezt a mediális üzenetet a kirakáshoz, és így videóként 6000 forintba kerül, ez a videó megjelenik a másik csatornámon álnéven, és majd e-mailen keresztül küldöm a linket a videóhoz. És most kíváncsi vagyok az ő következő lépésére, ami itt látható.
Itt a csillagok szerencsét hoznak. Boldog veled. Amit a csillagok még jelentenek, hogy megvan a bizalom, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagokban meg van írva. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Azt is jelentik a csillagok, hogy van köztetek egy kármikus kapcsolat, egy lelki kapcsolat, hiszen ez így áll a sorsok könyvében, vagy a csillagképekben. És most megnézzük azt, hogy hogy viszonyulj hozzá, mit kellene tenned. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, és légy magabiztos, bízz abban, hogy ez a férfi hűséges, és szeret téged, boldog veled. De légy azért diplomatikus, használd ezt a kulcsot, hiszen ezzel bizonyos dolgokat le tudsz zárni, vagy jelentheti a te zárkózottságodat, vagy másik esetben kinyílik itt egy ajtó, ezek a lehetőségek utalhatnak változásokra, döntésekre, vagy jelenti a te nyitottságodat veled szemben. És itt a madarak jelentik a vidámságot, a mozgást, a csevegést, és szimbolizálják a kommunikációt. Beszélj vele! Sőt, rá is kérdezhetsz, hogy miért nem beszél érzelmekről, vagy miért nem beszél a baráti körről, esetleg, ha van háziállat nála, akkor kérdezd rá. Ez is egy jó téma, és akkor tudtok egymással csevegni. Vagy itt a csillagok jelenthetnek egy spirituális területet is, az is lehet, hogy itt kinyílik egy ajtó, hiszen ez a közös téma, ez lehet egy közös tevékenység is. Vagy hobbi, vagy ez a hivatásotok. Együtt fogtok dolgozni. Tehát ez is lehet, hogy így alakulnak a beszélgetések után a dolgok. Aminek még örülnék, ha követnétek a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, hiszen két oldalam van, vagy követnétek az Instagramon, azon kívül örülnék, ha leírnátok a véleményeteket a kommentárba, és ha lájkoljátok ezt a videót. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!